tájékoztatjuk őket a tevékenység során a viselkedésről és a veszélyekről. Többek között, hogy mit szabad és mit nem. Nem szabad akkumulátort, elemet, más egyéb vegyi anyagot, építési törmeléket vagy biológiailag veszélyes anyagot összegyűjtenünk. Illisnik Véder Margittal, az önkéntes szemétszedés szervezőjével beszélgettünk a Kismányóki Művelődési Ház előtt, ahol az esemény gyülekezési pontja volt. 2011 óta van a Teszed akció, és mi, ha jól emlékszem, pár évre rá regisztráltunk, azóta is ott vagyunk, és figyeljük. Több alkalommal vettünk részt ezen az eseményen. Első alkalma, ha jól emlékszem, akkor még a faluban jártunk körbe, a temető környéke, az árkokat tisztítottuk. Következő években a kiserdőnek nevezett, a Táncsics utca végén lévő kiserdőt szabadítottuk meg néhány zsák szeméttől, de jelenleg már az önkormányzat olyan szépen rendben tart és gondoskodik mindenről, hogy itt bent nekünk feladatunk már nem lesz. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Völgységpatakot fogjuk megtisztítani. A Föld napja alkalmából 20-an vállaltak feladatot a lakóhelyük környezetének szépítéséért. A legutolsó alkalommal 2019-ben gyűjtöttünk, és akkor a falu elején hagytunk, ha jól emlékszem, 10-12 zsákkal, és akkor még olyan szemetet vagy hulladékot is szedtünk, ami most már nem gyűjthető, hanem hogyha esetleg találunk illegális szemétlerakó helyet, akkor azt meg majd jeleznünk kell. A depónál találkoztak a begyűjtött zsákokkal az önkéntes szemétszedők. Jelentősen kevesebb volt a megtelt hulladékzsákok száma, mint tavaly. A résztvevő gyerekek kevesebb valószínűséggel fognak már szemetelni, és jó hatással lesznek a saját korosztályukra, majd a gyermekeikre.